Sziasztok, Dáci vagyok a mezitlábas dobos, és legfőbb ideje, hogy megbeszéljük az öregedést. Az öregedés ugyanis korunk egyik legnagyobb csapdája, ugyanis a kapitalizmus megpróbálja minden eszközével azt pusolni, hogy a jelen vagy éppen a múltbéli állapotunkat kellene konzerválnunk, amikor a tükörbe nézünk, és ez azért jó a kapitalizmusnak, mert fogyasztásra sarkal minket, hiszen egy önmagával harmóniában lévő ember nem fogyaszt annyit. A kiábrándító valóság azonban az, hogy boldogok lehetnek, akik egyáltalán megélhetik az öregedést. Na, azt hiszem így nem kell elkezdeni egy videót az új Architects lemezről. A témáról órákat tudnék beszélni már csak azért is, mert jó magam is érintett vagyok az öregedésben. Surprise! Viszont mindahányan jobban járunk akkor, hogyha az egész témát kivetítjük az új építészek lemezre, aminek az a címe, hogy a klasszikus tünetei a megtört léleknek. Őrület. Ez az album ugyanis olyan letisztult, mint egy frissen borotvált fejbőr, melynek tulajdonosa beismerte magának a kopaszodás tényét, és ahelyett, hogy magzatpózba fésőgetni a maradék haját, reménykedve abba, hogy egyel kevesebben veszik majd észre a napfénytetőt, inkább büszkén egyenes háttal viseli genetikáját és a korát. És hogy miért mondom ezt? Azért, mert az Architects elhagyott minden tínédzserkori dühöt, elhagyott minden Fiatal felnőtt korból származó bizonyítási vágyat, helyette viszont csináltak nekünk egy rendkívül azonos és nagyon letisztult albumot. Ugyanis kezdetben ez a banda egy izgága metákor zenekar volt, annak minden szépségével és unásig ismételt kliséjével. Fiatal felnőttként pedig az unásig ismételt kliséket felváltották a gitárhős témák, amik annyira jól sikerültek, hogy egy időben a teljes iparág ezt a formulát próbálta meg lemásolni. A Doomsday gitár témájára próbálok itt utalni, ami minden második metákor számba benne van 2018 óta. Fact! Aztán az előző koronggal végleg maguk mögött hagyták a buzgó öncélúságot és rájöttek arra, hogy nem kell most már senkinek megfelelni és azok, akik köpködni fognak rájuk, azok akkor is köpködnének, hogyha csinálnának bármit, ami nem hasonlít a demos korszakra akkor meg miért ne? Picit eltúzom, de értitek. És most azt látom, hogy az Architects sosem volt még ennyire tisztában a jelenkori állapotával. Annyira bölcsen írják meg ezeket a dalokat, és végre azt érzem, hogy 110%-ban dalokat írnak, és nem valamilyen ipari sztendernek próbálnak megfelelni, és nekem ez imponál. Szemkárter Carter szígyentelenül végigének le a dalokat, hogyha az a dalt szolgálja úgy értem, nincsen belerőltetve ordibálás csak azért, hogy bebizonyítsák, hogy mennyire kemény, nagy és szőrös a pap. Nem érzem rajta a tinédzserkori izgágasságot, és nem látok rajta erőködést a zenei progresszivitás illetően. Amit viszont hallok, az az emelt fővel büszkén és jól megírt dalok, aminek minden pontját átitatja a büszkeség. Nem érzem, hogy Szemerniti szégyellenék azt, hogy a zenőjük már nem csak egy szubkultúrát próbál meg kiszolgálni, és ez szerintem azért van, mert fejlődtek. Amiben persze bele lehet kötni, hogy zeneileg sokkal egyszerűbb lett, de a zenészek sokkal jobb és bölcsebb dalszerzők lettek, ez alatt azt értem, hogy picit elengedték az egójukat, és nem próbálnak meg beleerőltetni olyan részeket a dalba, ami kizárólag az egójukat szolgálja, és nem a dalnak a midőségét. És ha bárki azt hinné, hogy popzenét könnyű írni, az hatalmasat téved. A dobos egységnyi alatt sokkal kevesebb hangot üt le, de azt olyan bölcsességgel teszi, amit csak egy 20 éves tapasztalat után lehet megtenni. Van az a dobos anekdota, hogy a legnagyobb popprodukciókban a leg ö, kvalifikáltabb dobosok játszanak, és milyen vicces, hogy ezek, ezeknek a képességeknek a birtokában valaki csak egy szimpla 2-4-et játszik egy egész koncert alatt. Viszont azokkal a komplikált témákkal nyeri el azt, hogy ő játszhat egy olyan produkcióban, ahol beton biztos alapokat kell hozni, bármilyen körülmények ellenére is. Tehát az ő tudása, az ő többlet tudása biztosítja azt, hogy azt az idézőjeles látszólagos minimumot azon a minőségen tudja hozni, amit igazából senki más. És valami hasonló a helyzet itt is. És akkor ott az ének, ami szerintem az Architects egyik quintessenciája, és azt gondolom, hogy itt tökéletes folytatása történt az előző lemeznek. Csak talán egy kicsit még büszkébben áll neki énekelni azokat az egyébként meglehetősen poppos ének témákat, amiket bármelyik óriási két megirigyelhetne, hogy milyen minőségben van, nem csak kiénekelve, hanem megalkotva dallamszerkesztésileg. Szerintem óriási. És ez megint csak olyan, amit a szubkultúra általában kiszokott lökni magából, és ilyenkor jön az eladták magukat című mondat, pedig, pedig, hogyha jobban belegondoltok, egy rendes, mainstream metát hallgató ember is hajlamos um, egy Backstreet Boys témára, bedagadni, hogyha alatt egy picit torzított gitár van. Nézzetek magatokba! Ugye, hogy így van. Szóval nem érzem, hogy szemernyit is féken tartotta volna magát Sam Carter, és mennyire jól tette, egy másodpercig nem aggódott, hogy mit fog szólni majd a közönség, és ez király. Túlzás lenne azt állítani, hogy ez a legjobb Architects lemez? Valószínűleg igen. Nekem is egyébként az előző jobban tetszett összességében, viszont szerintem ez tükrözi a leghűebben, a legigazibban a jelen állapotukat, és számomra ez, mint már mondtam, imponáló. És ezerszer inkább így írjon valaki stadion zenét, mint a Parkway Drive, vagy annak idején az Avenged Sevenfold. Szarok voltak. Na. Mellesleg mindenki panaszkodik, hogy a metászférában nincs meg a következő generáció, aki megtöltene stadionokat. De van, és épp most csinálták meg a fekete lemezüket ami fehér, de értitek. És ha így nézem az öregedést, akkor ezt így kell csinálni. Méltósággal elismerni, hogy változol, fejlődsz, és téged sem ugyanazt tesz már boldoggá, mint akár néhány évvel korábban. És ahogy egy kopasz fejbőrben, úgy ebben is megvan a tekintély. De ti mit gondoltok erről? Számotokra melyik az a zenekar, ami jól, és melyik az a zenekar, ami rosszul öregedett? Kicsit vitatkozunk a komment szekcióba. És itt szeretném nektek megköszönni, hogy az előző slipnatos videó alatt milyen minőségű kommentek és viták alakultak ki. Nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, mert ha valami célja ennek a csatornának, akkor az a minőségű beszélgetés is. Ezért nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen. És mint tudjátok, a lájk és a feliratkozás a forró ölelés megfelelője az interneten, valamint az algoritmus legjobb barátja, úgyhogy kérlek, hogy tégye szerint, és akkor találkozunk legközelebb is. Csautok!